Az első dal címe a Lesz, ami leszről. A Kortbársony Jazz Club bemutatja. Kettős pont. Pontosan. Tehát ezt a dalt, ezt először még nem dal formájában, hanem egy koncert intróként játszottuk el. Az első szülinapi zsúrunkon. Tehát először akkor játszottuk, és ez tök szuper volt, de azóta viszont egyáltalán nem került elő, egészen az első karanténig. Igen, igen. Hát ezt egyébként el kell mondani, hogy ezt a Bálint írta. Így mondtuk neki, egyébként a Bálint ebben elképesztően ügyes, hogy tudod, csak így rávágsz neki valamit, hogy ír már egy ilyen big bandes dolgot, és akkor aznap este küldi, hogy ha tessék, megírtam, így jó lesz, és igen, ebben tényleg nagyon ügyes a Bálint. Hogy... És akkor az, igen, akkor ott játszottuk, és ott amúgy nagyon élveztük, fúvósokkal, meg minden. Aztán ez így, nem tudom, úgy kicsit elkerült, és így nem annyira foglalkoztunk vele, egészen az első karanténig, amikor emlékszem, hogy pont aznap, amikor lementünk az ilyen vidéki házunkban, és ott töltsünk pár hónapot, így most volt talán március körül, akkor valamiért ez így elkezdett menni a fejemben, és egy ilyen szövegrészletet kitaláltam hozzá, meg egy dallamot, és akkor így küldtem az azt követő napokban a srácoknak, hogy mi lenne, hogyha ennek lenne egy ilyen szövege, és nem tudom, szerencsére nem hangzott el egy hangon az, hogy nem, ez hülyeség, ki vagy rúgva. Nem, nekem az nagyon tetszett ez az ötlet, hogy legyen egy intrója ennek a lemeznek, és hogy ez legyen az. Szerintem ez egy nagyon jó kufa dolog. Voltak nagy elődök, mint például a Kartelnek a... Ja, a Gangsta és a Kartel, tényleg. Tehát, hogy igen, hogy azt én kicsit úgy képzeltem el ezt az egész dolgot, amikor ezt a George megmutatott, hogy nagyon jó, a jégre teszlek is így kezdődik, csak ott tudod mindenkit, mint egy hoki meccsen így, hogy Big Daddy Laca! És akkor mondjuk az elég kínos lett volna, hogy egy Bodon Gergő így bemondja, hogy és a dobok mögött Héra a Barnabás, ez durva lett volna. Héra The Rock Barnabás. Igen. Szóval az a cím, hogy a Kortbársony Jazz Club bemutatja, micsoda titokzatos utalások valami másra. Na és tehát így ebben merül ki a Kortbársony Club 2 igazából.